Új ápolási eszközöket kap a Dunai Városi Kórház is. Közel 30 előadáson van már túl Csadi Zoltán monodrámája. A legjobb négy közé jutott a Kohász a Magyar Kupában. Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a D+ televízió híradóját látják. Egy 8 milliárd forintos fejlesztési programot hajt végre a kormány az egészségügyben, amelynek célja egyrészt az eszközök fejlesztése, másrészt a szakdolgozók munkakörülményeinek javítása. Ennek érdekében mintegy 16.500 ápolási eszköz szereznek be 64 állami fenntartású egészségügyi intézmény 71 telephelyére, így többek között a Dunaujvárosi Szent Pantaleon kórházba is. Az eszközbeszerzés első ütemében 2018 nyarán körülbelül 1400 eszközt helyeztek üzembe 58 intézményben. Idén februárban további 400 eszközt kaptak az érintett kórházak, áprilisban pedig az eszközbeszerzés második nagy ütemében 6500 új eszközhöz jutnak az intézmények, így többek között a Dunaujvárosi Szent Pantaleon kórház is. A mi intézményünk 2018 nyarán kapta meg első ütemben azokat az eszközöket, amit elsőként útjukra bocsájtottak. Ebben 3 darab intenzív ágyat kaptunk. Itt nagyon fontos a mennyiség abból a szempontból, hogy azért az intenzív ágyak mennyisége egy-egy intézmény tekintetében kevés, tehát ezzel a 3 ágyal valóban gazdagabbak lettünk. Kaptunk mellette multifunkciós, nagyon profi betegágyakat, ezeket különböző betegellátó osztályokra helyeztük el. Ágyakkal gazdagodhatott az általános sebészeti osztály, a neurológia, az összevont belgyógyászati osztály, az urológia, a gasztroenterológiai osztály is. Antidekubitus matrac volt még az, amit kaphattunk, és ebben egy annyira profi matracot ismerhettünk meg, ami eddig nem volt az intézményünkben. A második ütem tervezetten ebben a hónapban vagy a jövő hónapban fog megérkezni, de a két ütem között meglepetés ért minket, mert még 5 darab antidekubitus matracot kaphattunk. Ezt a neurológiai osztály, a krónikus belgyógyászati osztályunk és a belgyógyászati osztályaink kapták meg. De várhatóan érkeznek még betegmozgató eszközök, fekvés ülőkocsik, gurulós infúziós állványok és különféle speciális ágyak is. A csecsemő és újszülött osztályainkra is fog érkezni ágy. A traumatológiai osztályon nagyon speciális multifunkciós ágyak fognak érkezni. Aztán egy kicsit bele kell néznek itt a jegyzetembe. Különböző monitorokat, tehát betegőrző monitorokat kértünk, illetve megfogalmaztunk kortermülőket, ülőkéket, karos támlásszékeket, sürgősségi kocsit, gyógyszerelő kocsit, tehát sok olyan terméket, ami gyakorlatilag igényes, és azt gondolom, hogy megértek a cserére. Az új ápolási eszközök biztonságos és rendeltetésszerű alkalmazása, a munkabiztonsági kockázatok csökkentése, a szakszerű betegmozgatás, valamint a munkahelyi kiégés megelőzése érdekében 3700 szakember képzésben is részesül. Ezeken a képzéseken nagyrészt túl van az intézményünk. Kevés olyan projekttel találkoztunk eddig azt mondhatom, hogy akár az uniós projektek keretében, ami ennyire kombinált lett volna, hogy nem csak az eszközfejlesztést célozza, hanem a szakdolgozókat, illetve az egészségügyben dolgozó munkatársakat. Részt vehettünk egy 3 napos kiégés elleni képzésen, amelynek 2 napja egy külső helyszínen történt. Valóban figyelve arra, hogy a kiégés egy milyen nagy probléma az egészségügyben dolgozó kollégák körében, de olyan rétegeket is meg tudtak szólítani, és ezáltal segíteni tudtunk képzések tekintetében, akik nagyon nehezen jutnak el. Betegmozgatás téren a betegszállító munkatársaknak tudtunk képzést biztosítani, annyira komoly szakmai anyagokkal, aminek nagyon-nagyon örültek, tehát írásos dokumentációval is gazdagabbak lettek. A fejlesztés az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programban a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg. Naponta több ezer bejelentés is érkezik a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz, valamint a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézetéhez, miszerint a közelgő adóbevallási időszakokra hivatkozva adathalászok próbáltak megszerezni ügyfélkapus bejelentkezési és bankkártya adatokat. A csalók repertoárja egyre szélesebb, már nem csak e-mailben, hanem SMS-ben, sőt, élő telefonhívással is próbálkoznak. A NAV informatikai fejlesztései révén már nagy részt elektronikusan kommunikál ügyfeleivel. Az adathalászok ezt használják ki, és megpróbálnak bizalmas információkat szerezni.
A NAV nevében írt adóvisszatérítés lehetőségéről felhívó elektronikus levelek, SMS-ek olyan nyelvi fordulatokat tartalmaznak, például tegező megszólítást, szándékos, ugyanakkor a megtévesztésre tökéletesen alkalmas megnevezéseket, melyeket a hivatal nem szokott. A csaló e-mail és az SMS értesítések általában egy linket is tartalmaznak, ami a gyanútlan ügyfelet egy felugró űrlaphoz, honlaphoz vezeti. Az űrlapon a csalók általában az ügyfélkapus bejelentkezési adatokat, valamint a bankkártyák hátlapján található 3-1 szám megadását kérik. Ha valaki megadja a bankkártya adatait, számolnia kell azzal, hogy illetéktelenek pénzt emelhetnek le számlájáról. Az ügyfélkapus adatokat pedig mindenki csak a megfelelő oldalon, nav.gov.hu vagy a magyarország.hu-n adja meg, ugyanis a csalók sokszor olyan oldalakat szerkesztenek, amelyek arculati elemeiben is rendkívül jól utánozzák a legitim bejelentkezési felületeket, azonban a webcím ebben az esetben árulkodó lehet. A NAV soha semmilyen körülmények között nem kér bankkártya adatokat. A NAV értesítési gyakorlata merőben eltér a megtévesztő módszertől. A hivatal ugyanis ügyfélkapun keresztül, illetve postán, adószámla kivonaton értesíti az ügyfeleket a többletként megjelenő tételekről, és hivatalos honlapja a www.nav.gov.hu címen található. A gyanús üzenetekkel kapcsolatos további információkért, hasznos tanácsokért látogasson el az NBS-NKI honlapjára. Elsősorban forradalmárként, forradalmi oldaláról ismerjük Petőfi Sándort, ám az Útirajzok című monodráma bemutatja humoros, boldog, életvidám, szerelmes természetét is, mindez Csadi Zoltán színművész előadásában. Közel a 30. előadásánál jár Csadi Zoltán Útirajzok című monodrámája. A Petőfi Sándor írásaiból, verseiből összeállított darabot kedden délután a Munkásművelődési Központban adta elő. Mint ezt a színművész, a Bartók Színház igazgató helyettese elmondta, egy vizsga előadása szolgálta az alapot hozzá, aztán ennél többet is látott benne, így egy egységes, önálló darabot állított össze. Petőfi Sándor Úti levelek Kerényi Frigyeshez című művéből szerkesztette, amellyel a forradalmárunk másik oldalát, humorát, boldog, életvidám, szerelmes természetét is megismerhetjük. Olyan fiatalon meghal, és egy hihetetlen nagy az irodalmi hagyaték, amit maga után hagy fiatalkor ellenére. És hogy az iskolában megtanítanak egy oldalát nekünk Petőfinek, a hazafias, harcias költőt, de gyönyörű az ő hitvesi lírája, és iszonyatosan erős az ő humora, nagyon keveset tudunk az ő prózaírói oldaláról, pedig az is volt neki, hiszen ez prózában íródott ezek a szövegek. Amint egy 70 perces előadás során Petőfi tiszta, keresetlen stílusa találkozik egy modern hátizsákos utazó eszköztárával és életérzésével. Játék az irodalommal, a színházzal, szerepekkel, figurákkal, Hajdan volt híres írókkal, közéleti személyiségekkel és az ő történeteikkel. Mindez egy különleges díszletben, egy ösvényen vagyunk, háttérben a Petőfi utazásait megjelenítő egyedi képzőművészeti alkotással, főszereplőnk az utazó, maga Petőfi Sándor, és egy minden csodát rejtő hátizsák. Most, hogy már így közeledik a 30. előadás felé ez a történet, ez most már nagyon a sajátom, azt tudom mondani, hogy kevés olyan anyag van, amit ennyire a sajátomnak éreznék, hogy igazából anélkül, hogy én nekem különösebben el kellene kezdeni gondolkodni azon, hogy mi a következő sor, ez jön magától. És ezt elérni volt igazán nehéz. És ahhoz, hogy ez működjön, ezt folyamatosan szinten kell tartani, ezt az embernek ébren kell tartani az agyában ezt a történetet. Az Útirajzok című előadást nagyon sok helyen bemutatta már Csadi Zoltán, például a tengeren túlon is, Torontóban, Bostonban és New Yorkban az ott élő magyaroknak. A Dunajvárosi Kohász Kézilabda Akadémia felnőtt női együttese bejutott a Magyar Kupa legjobb négy csapata közé. Március 16-án és 17-én a debreceni Főnix csarnokban küzdhetnek meg a mieink először a Ferencváros gárdájával, majd eredménytől függően vagy az Érd, vagy pedig a Győr csapatával. Tavaly hamar véget ért a kupasorozat a mieink számára, hiszen a Békés Csaba együttesétől akkor idegenben vereséget szenvedtek, így a negyeddöntőbe már nem bizonyíthattak.
Idén is nehéz sorsolásba kerültek a dunaújvárosiak, akik először a Siófok csapatát fogadták hazai pályán, majd szintén itthon a Békés Csaba gárdájának vághattak vissza a tavalyi vereségért. Mindkét mérkőzésen remek csapatjátékkal kerekedtek felül ellenfelükön, ezért megérdemelten biztosították helyüket Magyarország legjobb 4 csapata között. Ez egy nagyon jó 2 mérkőzésünk volt az egész szezonban. 2 nagyon jó csapat ellen tudtunk megmérkőzni. Sokat is készültünk ezekre a mérkőzésekre, és úgy érzem, hogy ez a 2 mérkőzésnek a fő eleme az volt, hogy tényleg csapatként tudtunk játszani, ezen nagyon megmutatkozott, mert mindenki oda tette, amit tudott, és igazából ez kellett ahhoz, hogy tovább tudjunk jutni, és így a 4-es döntőbe bejussunk. A 2-napos Magyar Kupa 4-es döntőnek idén Debrecenben a Phoenix csarnok ad otthont. Szombaton a DKKA a Ferencvárossal, a Győr pedig az Érd együttesével mérkőzik meg. Az elődöntők során alulmaradó felek küzdenek meg a kupa 3. helyéért március 17-én 15 óra 45 perctől, míg a győztes csapatok játsszák majd a finálét. Ez azért is nehezíti meg a csapatok dolgát, mert a 2 megmérettetés között kevés idő marad a regenerálódásra. Nekünk nagyon nehéz, mert nem áll a csapatunk olyan 16 játékosból, akit tudnánk forgatni és cserélni 10-15 percenként, tehát biztos, hogy megterhelő lesz számunkra ez a 2 nap alatt a 2 mérkőzés, de még egyszer mondom, fontos az számunkra, és büszkék vagyunk arra, hogy ott lehetünk a Magyar Kupa 4-es döntőjén. Megpróbáljuk az erőnket majd lehetőségünkhöz képest természetesen beosztani, hogy a legjobb legyen. Az első mérkőzést március 16-án szombaton 13 órától játsszák a mieink, amikor a Fradi ellen mérkőznek meg a döntőbe jutásért. Kérem, most tekintsék meg kiemelt híreinket még egyszer, röviden. Új ápolási eszközöket kap a Dunai Városi Kórház is. Közel 30 előadáson van már túl Csadi Zoltán monodrámája. A legjobb 4 közé jutott a Kohász a Magyar Kupában. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, most Főczer Ramona következik az időjárás jelentéssel, majd a Hírplusz című műsorunk után a Szépkor című magazinunkat láthatják Tóth Veronikával. Ne felejtjék, adásainkat bármikor visszanézhetik a honlapunkon a www.dplusztv.hu címen. Tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra! Köszöntöm nézőinket! Időnként eshet, de a hosszú hétvégére már melegszik az idő. Csütörtökön már mindenütt több lesz a napsütés, de elszórtan záporok továbbra is kialakulhatnak. Napközben 12 fokot mérhetünk. Péntek hajnalban többfelé eshet, a változatosság kedvéért pedig az északi hegycsúcsainkon akár havas eső és egy kevés hó is előfordulhat. A nappali órákban záporok alakulhatnak ki, este pedig nyugaton ered el az eső. A szeles időben délután azért olyan nagyon hideg nem lesz, hiszen 13 fok várható. A szombat többfelé esővel indul, délutántól azonban csökkenni kezd a felhőzet. Élénk, erős, nyugatias légmozgás mellett 16 fokos maximumokat mérhetünk. Még vasárnap aztán újra megmutatja magát a tavasz, és a sok napsütés mellett 21-22 fokos melegben lehet részünk. A következő hét elején megmarad a kellemes idő, de már országszerte záporok, illetve zivatarok tarkítják az időjárást. Kedvcsinálónak pedig Jenei Ferenc képét hoztuk. Mi pedig továbbra is várjuk az önök fotóit az info@dplusztv.hu e-mail címre, amelyet szívesen megosztanának velünk, hogy mi ezzel tegyük színesebbé időjárás jelentésünket. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak magukra, viszontlátásra!